Sziasztok, Szilágyi Liliana vagyok, és a most következő videóban szeretném megosztani veletek azt, hogy miért is döntöttem úgy, hogy ugye kilépek egy kicsit az úszásból, és eltűnök a közéletből. Ehhez egy kis időutazás fog szükségeltetni, mert hogy 2016-ban volt egy elég nagy törés így az életemben. Akik figyelték a pályafutásomat, meg akik figyelték az én személyemet, azt gondolom, hogy észrevehették, még úgy is, hogy nem ismerik a valódi személyemet. Na már most ez elég nagy törés volt az életemben, és ez nagyon sok mindent befolyásolt, az úszásomat, az életemet, a magamhoz való hozzáállásomat, a mentalitásomat, mindent. De egyébként egy pozitív dolog sült ki ebből az egészből, mert nagyon-nagyon sokat tanultam, és nagyon-nagyon sokat adott nekem. Egyrészt a törés is, meg az azóta eltelt időszak a mai napig. Szóval alapvetően ez egy jó dolog is volt. De hogy attól függetlenül megtörtént, és nekem ott nagyon sok mindent kellett hirtelen döntenem. Az olimpia után, ami sikerült, ahogy sikerült, akik nem tudják, és mondjuk szeretnék tudni, ugye 2016-ban 10. lettem, meg 12. vagy 13. De nem éppen voltam felkészült mentális vagy lelki állapotban, a testileg fel voltam készülve, de az majd mindegy, mondom, majd fogok ezekről is beszélni. Szóval az olimpia után én elhatároztam azt, hogy szeretnék egy kis pihenőt tartani, mert szeretném rendezni azt, hogy hogyan viszonyulok tovább az úszáshoz, hogy mit szeretnék, mi a következő célom, és ennek érdekében úgy gondoltam, hogy jó lenne egy kis pihenő, de hát az a helyzet, hogy a környezetem nem éppen így gondolta, és akik akkoriban körülöttem voltak, azt mondták, hogy nem, hogy most vagyok a csúcson, és hogy most kell rányomni a következő olimpiáig, és mindent beleadni, mert hogy már fiatalabb én se leszek, ami amúgy nonsense, hogy 19 éves voltam akkor, és hogy 24 éves vagyok most, ugye a következő olimpia elteltével, és így mondták, hogy hát, hogy fiatalabb nem leszek már, és hogy most kell meglovagolni ezt a fiatalos lendületet és erőt, és amiben benne vagyok. Meg pluszba egyébként egy ösztöndíjat is úgymond kaptam Amerikába, ami azt gondolom, hogy egy elég nagy nyomást tett rám, pozitív szempontból egyébként, hogy ugye folytassam az úszást, mert hogy az ösztöndíjam az úszásra szólt. Szóval sok szempontból ott nem tudtam kiszállni az úszásból, és nem tudtam pihenőt sem tartani. Úgyhogy az lett belőle, hogy elhatároztam, hogy rendben van, 2020 augusztus végéig, tehát szeptember elejéig, augusztus végéig, amiután a 2020-as olimpiát megcsináltam, azután fogok egy pihenőt tartani. És hát történt, ami történt, ugye elég kalandos volt az elmúlt pár évem. Vannak dolgok, amik mondjuk validak, és hallhattatok róla, vannak dolgok, amikről hallhattatok, de nem feltétlenül igazságon alapszanak. Értem itt a médiában való megjelenésemet megint csak. Szóval, hogy ezeket egyébként majd szépen lassan el fogom mondani az elkövetkezendő videóimban, legalábbis ez a tervem. Mert amúgy egy nagyon izgalmas és egy nagyon építő időszak van a hátam mögött, és azt gondolom, hogy ez mondjuk nem feltétlenül van megállás ebben, csak hogy egy kicsit stabilabban tudom ezt az egészet kezelni, mind önmagamat, mind pedig az életemet, ami egy tök jó dolog. Szóval igen, hol is tartottam? Igen, ott tartottam, hogy... Nem tudom, hogy hol tartottam. Igen, hogy 2016-ban elhatároztam, hogy 2020 augusztusában szeretnék egy kicsit pihenni, és töltődni, és egy kicsit megnézni azt, hogy a világban az úszáson kívül még mit tudok kezdeni magammal. Ugye eljött 2020, és január-februárban
én azt éreztem, hogy életem egyik legjobb formájában vagyok, és ott nyertem is pár olyan versenyt, Kínában volt az egyik, ahol nagyon jó teljesítettem, és egy nagyon jó felkészülésnek az eredményeképpen láttam azt, hogy 2020 augusztusában egy felépített időszaknak a végén egy tök jó eredményt tud születni. És hát jött 2020 márciusa, amit az egész világ tud, és az egész világ megrengett, benne jött a koronavírus. Én ott teljes mértékben azt éreztem, hogy el kell, hogy gondolkozzak azon, hogy ez milyen fényt vet rám. Ez az egész helyzet nem volt még kimondva elég sokáig, hogy lesz-e olimpia vagy sem, úgyhogy én ott folytattam a felkészülést, és folytattam azt a saját magammal megbeszélt munkát is, amit elhatároztam és célul tűztem ki. És talán április vagy májusában történt az, ugye visszamondták az olimpiát, és eltolták ugye egy évrel későbbre, 2021-re mostanra. Azt éreztem, hogy még ez a 2021 sem biztos, mert hogy nem tudhatjuk, hogy ez a járvány, ez hogyan csapódik le, milyen lehetőségeink lesznek, most így kollektívan értem, a sportolókra, meg a szervezőkre, hogy hogyan tudjuk ezt az egészet áthidalni, és hogy a felkészülés is hogyan lesz, akár a versenyszezon, és hogy egyáltalán gondolkozhatunk-e abban, hogy mint olimpia, mert hogy lehetséges, gondoltuk ezt ugye 2020-ban, lehetséges, hogy ez az egész járvány sokkal nagyobb méreteket ölt, mondjuk elég nagy méreteket öltött. A 2020 áprilisa körül ugye jött ez az információ, hogy az olimpia nem lesz megtartva, hanem el lesz tolva, és az volt bennem, hogy rendben van, akkor attól függetlenül, amit megbeszéltem magammal 4 évvel ezelőtt, azt tartani fogom, tehát 2020 augusztusáig én fogom csinálni ezt az úszást. Meg is csináltam az egész nyarat, végig dolgoztam, meg végig edzettük, meg voltam 1-2 versenyen, pontosabban 2 egyébként, és hát azt éreztem, hogy ez most pontosan az a lehetőség, amit meg kell, hogy ragadjak annak érdekében, hogy a továbbiakban, hogyha én szeretnék úszni, és szeretnék tényleg úgy teljesíteni, ahogyan alapvetően sokan elvárják tőlem, meg egyébként önmagamtól is elvárom azon a szinten teljesíteni, akkor nekem most van az a pont, hogy kiszállhatok egy kicsit. A szövetséggel, a csapatom, az edzővel, mindenkivel lebeszéltem, hogy most én kérek szépen egy pihenő időszakot. Nem feltétlenül terveztem azt, hogy mennyi idő lesz. Azt mondtam, hogy addig, ameddig szükségem van rá, és addig, ameddig nem érzem teljesen regenerálódva magamat, mind érzelmileg, mind testileg, mind mentálisan az elmúlt időszakomtól. Addig én nem szeretnék visszamenni, mert elég maximalista vagyok ahhoz, meg hogy ha valamit elhatározok, akkor azt tényleg rendesen akarom csinálni. Na már most amúgy tök érdekes, mert kiderült, hogy ahogyan elkezdtem pihenni, és nem jártam le edzeni, elkezdtek fizikális, mentális, meg mindenféle fájdalmaim lenni. Például a jobb csípőm az konkrétan, ahogyan ugye az izmok kezdtek így lemenni körülötte. Na, ez hogy van? Szóval, hogy ahogyan az izmok elkezdtek leépülni így a csípőm körül, olyan fájdalmaim voltak, hogy nem bírtam ráállni, és akkor elkezdtem gyógytornára járni, meg egyébként így jutottam el oda, hogy elkezdtem jógázni komolyabban. És egy zseniális dolog, erről is majd fogok beszélni, mert nekem megváltoztatta az életemet sok szempontból a jóga, mert nem csak a mozgást, hanem egy új mentalitást is adott, egy pozitívabb életszemléletet. Szóval ez az egyik, hogy testi fájdalmaim jelentkeztek, ahogyan elkezdtem pihenni, és pluszba feljöttek olyan érzelmek is, amiket azt gondolom, hogy a sport miatt, ugye, hogy folyamatosan teljesíteni, folyamatosan toppon lenni, és mentálisan, meg fizikálisan folyamatosan kihozni magadból a maximumot. Azzal nem vettem észre, hogy bizonyos érzelmek mellett így elmegyek, vagy lenyomom őket. Úgyhogy tök sokszor volt az, hogy egész nap mondjuk sírtam szeptember, október, november, és még decemberében is. Szóval voltak ilyen napok, hogy egész nap csak így
kibőgtem magamból igazából a stresszt, ami nagyon furán hangzik, és egy picit azt gondolom, hogy így amúgy a depresszió határát is súroltam, de fú, komolyan mondom, annyival megkönnyebbült lettem, így ahogyan ez az időszak eltelt, és tényleg sikerült feldolgoznom a stresszt, meg az élsportolói életet, hogy sokat segített. Fú, hát, ja. Szóval, ami még nagyon érdekes volt, nem vettem észre, de utólag tudom mondani, hogy eltelt most már lassan egy év, hogy pihentem, és tényleg önmagamra koncentráltam csak. Hogy azt gondolom, hogy ki is voltam égve. Tehát, hogy így óhatatlanul is, de ugye az, hogy egész nap rendszerben voltam, hogy minden egyes percembe volt osztva, egész életem során eljutottam arra a pontra, hogy elfáradtam. De hogy így nem az, hogy fizikálisan elfáradtam, és jaj, de jó lenne leülni, hanem belülről így elfáradtam. Én alapvetően nagyon olyan ember vagyok, aki szeret inspirálódni a környezetéből, szeret inspirálódni a mindennapjaiból, és önmagamból is. És ezt egy picit azt gondolom, hogy elvesztettem az utóbbi évek során, ami nyilván nem baj, hogyha nem addig megy az ember, hogy esetleg egy olyan betegsége van, ami visszafordíthatatlan. Szóval, hogy az elmúlt egy évem egyébként erről is szólt, hogy ezt az inspiráció éhségemet és ezt a lelkesedésemet a sport iránt akár, az életem iránt visszakapjam. Nagyon sok minden egyébként történt ebben az évben, de most erről szerettem volna csak beszélni, hogy ugye miért hoztam azt a döntést, hogy én most pihenek, és hogy nem indulok a 2021-es olimpián. Most már, hogy egyébként letelt, mert azt hiszem pont augusztus 24-ét írunk, amikor most ezt a videót csináljuk, és ugye lement már az olimpia. Nyilván néztem, meg nyilván szurkoltam a magyar csapatnak, meg volt egy-kettő, amit meg is könnyeztem. De nem voltam most, tehát hogy nem volt meg bennem az az érzés, igen, nem volt meg bennem az az érzés, hogy nekem ott lett volna most a helyem. Nem azért, mert nem jutottam volna ki, hanem egyszerűen nem tudtam volna úgy megélni azt az olimpiát, ahogyan egy olimpiát meg kell élni, azzal az odaadással, azzal a hihetetlen energiával, és most nem éreztem úgy, hogy ez az én olimpiám lett volna. És egyáltalán nem bántam meg, mert 24 éves vagyok, és egy hatalmas bátorsággal azt gondolom, hátrébb léptem abból a rendszerből, amiben éltem, és mertem egy picit a saját magam érzésére és a saját magam döntéseire hagyatkozni. És az a helyzet, hogy ez egy nagyon jó év volt. Jó volt eltűnni is, mert ugye a médiából is eltűntem, ami azt eredményezte, hogy nem hasonlítgattam folyamatosan össze a saját életemet másokéval, mert amúgy ez óhatatlanul is, ahogyan a médiában ugye pörgetjük magunkat, ez ott van, hogy összehasonlítjuk, hogy neki jobb, miközben az nem egy valóság. Szóval ugye a médiából is kiléptem, és el is tűntem egy évre, legalábbis megpróbáltam egy nagyon kedves cikket kivéve, amit nyilvánvalóan majd lesz egy-két gondolatom azzal kapcsolatban is, mert nem éppen érzem igazságosnak azt, hogy valakiről legyen az akárki, nem én, hanem bárki, aki egy kicsit is közszereplő, arról olyanokat írjanak, ami nem az, hogy fáj meg rossz, hanem hogy nem igazak. De nyilván erről majd a maga módján fogok egy-két szót ejteni. Szóval ezeken kívül egyáltalán nem voltam semmilyen felületen elérhető, meg az újságírókat is kértem nagyon kedvesen, és köszönöm is egyébként, hogy hallgattak erre, hogy nem kerestek. Meg amit még szerettem volna mondani, hogy akármennyire is így eltűntem a közéletből, nagyon-nagyon sok olyan pozitív megkeresésem volt, amit nagyon köszönök ezúton is nektek, akik támogattatok, mert nagyon sokat segített nekem az, hogy egy-két nagyon kedves szót kaptam tőletek,
és remélhetőleg, hogy én is tudok majd egyszer-kétszer olyan mondatot, vagy segítséget adni, amivel tovább tudok rendíteni akár egy nehéz helyzetben lévő illetőt. Még azt szeretném mondani, így a videó végére, ami elég sokat beszéltem. Szóval azt szeretném még mondani a videó végére, hogy szerettem volna amúgy ezzel példa is lenni azzal kapcsolatban, hogy nem baj, hogyha van egy rendszer, nem baj, ha van egy nyomás, amit a külvilág így rád tesz, hogy neked ezt kell csinálni, mert ez jó, és hogy ez a siker és a boldogsághoz felé vezető út. Hogyha te nem érzed azt adott pillanatban, és nem érzed azt hosszú távon sem, hogy ez tényleg jó dolog, akkor nincs keresni valód ott. Hanem ott az a pont következik, hogy megállsz, egy picit hátrébb lépsz az életedből, és azt mondod, hogy rendben van, alázattal és szorgalommal megtalálom azt, aki én vagyok. Úgyhogy ja, szóval remélem, hogy hasznos volt ez a videó, és majd fogok olyat is csinálni, hogy kérdésetekre válaszolok, tehát hogy lehet kérdezni tőlem, és akkor így videóban válaszolok. De remélem, hogy sikerült egy olyan videót most adni nektek, amivel választ kaptatok, hogy ez a kihagyás, ez miért is volt. Hello!